Georgiou Nikosznak hívnak, lassan negyedéves pénzügyi számvitel alapszakos hallgató vagyok itt a közgazdaságtudományi karon, és a dél-koreai Sungkyunkwan Egyetemen voltam cserediákként, ami Szeulban van. Nagyon sok ismerősöm mesélt róla, hogy van ilyen lehetőség, hogy nem csak Európán belül, hanem ugye Európán kívülre is lehet utazni cserediákként. Az egyetemi élet kifejezetten jó és kifejezetten aktív volt, bár ugye ezt itt a PTN is el tudjuk mondani. Annyit kell tudni, hogy körülbelül 600-an voltunk cserediákok ebben a fél évben. Minden héten voltak international party, különböző mentorhálózat által szervezett ismerkedős estek, sütögetős estek, sportesemények, mindenféle. Hogy mit adott nekem a program? Nagyon sok mindent. Én csak egy ilyen rövid felsorolással elkezdeném: új barátokat, ismerősöket, tapasztalatot, szakmai tapasztalatot is, mivel az egyetem kifejezetten jó volt. Olyan oktatóink voltak, akik teljesen a szakma olyan területeiről érkeztek, hogy első kézből át tudták adni nekünk az ő tapasztalataikat. Emellett megtapasztaltam egy teljesen a miénktől eltérő kultúrát, gondolok itt az oktatásra is, és a mindennapokra is, ami először kicsit furcsa volt nekünk, de az idő múltával tudtunk hozzá alkalmazkodni. Az oktatásban lévő különbségek náluk teljesen máshogy épül fel. Ugye ezt az amerikai modellt követik, hogy van egy vizsgaidőszak a fél év közepén, illetve van egy vizsgaidőszak a fél év végén, ugye nálunk ez teljes mértékben eltérő. Nagyon sok félévközi teljesítés volt, beadandók, házi feladatok, stb. Négy hónap során fokozatosan terheltek minket. A dél-Korea déli partjától mondjuk egy pár száz kilométerre van egy Jeju nevű sziget, amit az ottaniak csak úgy hívnak, illetve a koreaiak csak úgy hívnak, hogy dél-Korea Hawaii-ja. Nagyon sok látványosság van ott, másztunk hegyet, voltunk barlangban. Szerintem az alap gondolat, ami legalábbis bennem megfogalmazódott így a mobilitás program után, az ismerősök, az életre szóló barátságok teljesen más kultúrákból és más hallgatókkal, ami az egyik legfontosabb. És emellett még az életre szóló élmények. Tényleg, hogy ez a négy hónap alatt olyan dolgokat megéltem, olyan dolgokat tapasztaltam, amit nem gondoltam volna, hogy életem során meg fogok élni. És ezt pozitív értelemben mondom. Mindenkinek ezt saját magának kell megtapasztalnia, és úgy gondolom, hogy akkor utána ugyanígy itt tudnak ülni, és tudnak mesélni erről a sok élményről és programról, amit átéltek. Mindenkit bátorítanék rá, hogy vegyen részt akár Erasmus Plus, akár tengeren túli mobilitás programban, és pályázza meg a Campus Mundi ösztöndíjat.